A vietnámi miniszterelnök az NKN, vietnámi és magyar egyetemek együttműködése. Politikon, középiskolások mérték össze képességeiket, önkéntes katonai szolgálat, a civil hallgatókat is várják. Ez a Ludovika TV heti hírösszefoglalója, köszöntöm Önöket! A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság által szervezett szakmai napon vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófa Védelmi Intézetének teljes állománya. A felkészítés célja az intézet oktatói szakmai ismeretanyagának frissítése, a szakterületi aktualitások bemutatása volt. A szakmai napot Vietóris Ágnes tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának humán szolgálat vezetője nyitotta meg. A felkészítés fontosságáról beszélt, amely, mint mondta, a szakterületek aktuális helyzetének bemutatásán túlmenően a szabályozás és eljárásrendek megújítását is magába foglalta. Kovács Gábor rendőrvezérőrnagy a Rendészettudományi Kar dékánja beszédében kitért a képzések megújításának aktualitásaira, a Katasztrófavédelmi Intézet oktatási, nevelési és kutatási eredményeire, továbbá a szakmai együttműködés területeire. Különleges módon adhatnak számot tudásukról azok a hallgatók, akik az NKN felveszik a Jog, Állam, Dráma című szabadon választható tantárgyat. A lehetőség mindenki előtt nyitott, ugyanis nem csak az ANTK-n tanulók, hanem akár a hivatásos hallgatók is részt vehetnek a kurzuson. Egy 50-es évekbeli társbérlet, egy veszekedő házaspár, a hívásokat lehallgató telefonközpont, lövöldözés miatt intézkedő rendőrök. Ez például egy különleges egyetemi vizsga része volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A próba folyamat szünetében a részletekről az ötletgazda Horváth Attila alkotmánybíró, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar állam- és jogtörténeti tanszékének vezetője kifejtette. Sipos Imre színész rendezővel a célunk az volt, hogy a hallgatókkal megszerettessük a jogi tantárgyat, ugyanakkor az általános műveltségük is fejlődjön az irodalom és színház történeti ismeretek által. Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatról tartottak tájékoztatót az NKN. Az ismertető célja az volt, hogy az egyetem civil hallgatói számára is bemutassák az önkéntes tartalékos jogviszony közösségi és személyes előnyeit. Apáti Zoltán dandártábornok arról beszélt, hogy a Magyar Honvédség és az NKN olyan egyedülálló koncepciót dolgozott ki a hallgatók számára, amelynek révén az önkéntes tartalékos kiképzés és tevékenység a lehető legjobban illeszkedik az egyetemista élet mindennapjaihoz. Kohut Zoltán főhadnagy elmondta, az önkéntes tartalékos jogviszonyt létesítők jogosultak a havi 80.040 forintos összegű önkéntes tartalékos ösztöndíjra, valamint az egyszeri szerződéskötési díjra, amelynek összege 33.450 forint. Jogosultak továbbá rendelkezési állási díjra évente 266.800 forintos összegű mértékben, és a tényleges szolgálat teljesítését járó részarányos illetményre, amelynek alapja 265.450 forint havi illetmény. Mindemellett a kiképzés és az igénybevétel során biztosított a térítésmentes élelmezés és ruházati ellátás, valamint az utazási költségtérítés. A vitakultúra különböző szegmenseit megismerve középiskolások mérték össze képességeiket a harmadik alkalommal megrendezett politikon közéleti készségfejlesztő és politikai szimulációs versenyen. Az ANTK Osztrakon szakkollégiuma által szervezett megmérettetésen 11. és 12. osztályos diákok mérhették össze tudásukat magyar és angol nyelven a politikai gyakorlat terén. A közel 50 csapatból a legjobb 12 jutott tovább a döntő fordulóba, ahol 4 csapat idegen nyelven, még 8 magyar nyelven állt ki egymás ellen, és mutatta meg érdekérvényesítő és érvelés technikai képességeit. Alapvetően ugyanaz volt a sémája, mint az előző években. Az első forduló egy ilyen általános műveltséget mér, tehát történelmi, közéleti, kulturális kérdésekre kerestük a választ. A második forduló az már egy kreatívabb vonalon haladt tovább, ugye reflektálva az idei Európa parlamenti és önkormányzati választásokra. Ezzel kapcsolatban kaptak feladatok, tehát hogy ilyen képzelt szituációt kellett megoldaniuk a Magyarágon. A vidéki kis települések problémáira reflektáltak, demográfiai kérdésekre, munkanélküliséggel kapcsolatos kérdésekre. Az angolágon pedig ugye az európai parlamenti választásokkal kapcsolatosan zöld politika, fenntarthatóság, eurókérdése és hasonlókban alkottak véleményt és stratégiát.
Magyarország az egyetlen ország Közép-Kelet-Európában, amelynek átfogó partnersége van hazámmal, emelte ki Vietnám miniszterelnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent László kápolnájában tartott előadásában. Azt üzente egyetemünk diákjainak, hogy mindenek előtt törekedniük kell a tudásra, másodszor pedig szeretniük kell a hazájukat, hogy egy virágzó országot építsenek. Deli Gergely, az NKR rektora az eseményen elhangzott beszédében kiemelte, az egyetem nemzetközi hálózatának bővítése mellett fontosnak tartja az országok közötti kapcsolatok előmozdítását és javítását, ennek megfelelően kiváló kapcsolatot ápolunk számos távol-keleti és dél-kelet-ázsiai felsőoktatási intézménnyel, például a Vietnámi Nemzeti Egyetemmel. Az eseményen 10 együttműködési megállapodás aláírására is sor került vietnámi és magyar egyetemek között. Ez volt már a heti hírösszefoglalónk. További tartalmakért kövessék az NK Facebook, YouTube, Instagram és TikTok oldalát is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!